Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Igen, tudom, rég nem volt videó, ugye, de már említettem, hogy már egy pár hónapja Európa körül utazgatok, és hát nem mindenhol van internetem, de ahol van, megpróbálom bepótolni a hiányosságokat videó terén. Jelenleg is valahol Görögország felé utazom, miközben nézitek ti ezt a videót. Na, hál' Istennek azért a Warframe sem változott új mértékben, hogy érdemes lenne minden nap felrakni róla egy videót, de a napokban felkerült egy érdekes videó magamú által, és ugye az a hivatalos Warframe történetű megkapta Digital Extreme-től az eddig tartó Warframe történetet, és ezt megoszthatta a közönségével, és én ezt szeretném nektek lefordítani, hogy aki nem tud angolul, az is megértse, honnan ered a Warframe, vagy akinek valami nem volt tiszta, ő is megértse, hogy a komplett képet. Az új Warframe-ről is természetesen lesz bemutató videó, de valószínűleg, hogyha Görögország után visszatérek Magyarországra, akkor fogom ezt megcsinálni, úgyhogy arra egy kicsit várni kell. Nos, de vágjunk is bele a dolgok lényegébe, a Warframe története. Nos, onnan indul, ugye mindenki tiszta van vele, hogy létezett az Orokin éra, tehát a Földről, az emberek felkötöztek az űrbe, a Holdra, megalakították az Orokin birodalmat, nevezzük így. Na most ez az Orokin birodalom annyira fejlett volt, hogy halhatatlanságot tudtak elérni technológia révén. Még annyira fejlettek is voltak, hogy a klónozással el tudták érni azt, hogy munkaerőt csináljanak maguknak, mint fizikai munkaerőt, ugye a későbbi Grinér, és mint a technológia fenntartására szól munkaerőt, ugye a későbbi korpusz. Na most, hogy ma ezeket a célokat elérték, a legnagyobb gondjuk az kezdett lenni ennek az Orokin birodalomnak, hogy a fizikai birodalmat, tehát a tényleges birodalmat kiterjesszék a naprendszeren túl, és nagyobb legyen a birodalmokat. Ezért ugye a figyelmük a külső, a galaxis külső területeire kezdett el fókuszálni, és meg tudtak alkotni egy olyan hajót, ami képes volt meghajlítani a teret és az időt, hogy nagyobb távokat tudjanak megtenni. Na most ezt a tér és időt, tehát a Fold technológiának nevezték, tehát Fold, fene se tudja, mit fog ezt akarni magyar, tehát Fold technológiának nevezték, ez képes volt meghajlítani az időt és a teret. Viszont azzal, hogy ők ezt megalkották, ők se tudták, hogy mi vár rájuk, hogyha a Foldban fognak utazni, és elérnek újabb galaxisokat, ugyebár. Na most, mikor először elkezdtek utazni a Foldban, megtalálták a Voidot. A Voidot úgy írták le, mint egy vakító pokoli űr, de ez vezetett át a külső rendszerekbe. Tehát a Voidon kellett átutazni a külső rendszerekbe, és ugye a Void egy vakító pokoli űr volt. És megcsináltak volt egy felfedező hajót, amit beküldtek ugye a Voidba. Ennek a hajónak a neve volt a Zarimenten Zero, és ez a hajó elveszett a Voidban egy idő után, és később megtalálták teljesen sértetlenül, és amikor a tisztek felszálltak rá a hajóra, gyerekekkel találkoztak a hajón, és habár ezek a gyerekek nem voltak rajta az utas listán a hajónak. Tehát csak úgy mysteriously, tehát oda kerültek a semmiből. És amikor kapcsolatot próbált létesíteni velük az egyik tiszt, akkor súlyos égési sérüléseket szenvedett ez a tiszt, ugyebár. És az ott talált gyerekekre, mint visszavitték a hajót az Orokin rendszerbe, az ott talált gyerekekre szörnyként tekintettek, ilyen démonoknak, ördögöknek hívták őket, és kivégzésre ítélték őket. És akkor volt egy tudós, akit Margulisnak hívtak, ugye, aki a Second Dream-ben, mikor a Holdon mászkálunk, halljuk egy párbeszédet, az egyik tudós, ez a Margulis, ő ellenállt, és megvédte ezeket a gyerekeket. És létrehozott egy moduláris kapcsolatot, ezt a koporsót, amiben megtalálták a Tenót, és az űrhajodban lévő koporsót, amiben, vagy nem tudom, minek nevezzek, irányítórendszert, amiben a Tenó dül, létrehozta ezt a kapcsolatot, ezt a moduláris kapcsolatot, amely képes volt a tudatokat a Tenóknak egy biztonságosabb testbe áthelyezni, mármint az orokiniakra biztonságosabb testre áthelyezni, de attól függetlenül még, hogy ezt megtette és biztonságosabb tette a gyerekekkel való kapcsolatot, attól függetlenül még meg akarták a gyerekeket ölni, és
Ugye ott, itt is a Second Dream-ben van egy párbeszéd, amikor ez a Margulis azt mondja, hogy ti orokinűek, olyan tökéletesek vagytok kívülről, de bomlatok, rohadtak vagytok belülről, hogy ezt akarjátok csinálni, és stb. Stb. Nos, hol tartottam? Itt feljegyzeteltem. Ja igen, attól függetlenül, hogy ezt létrehozta a gyerekeknek ezt a valamit, ezt a kapcsolati technológiát, hogy biztonságos testbe helyezze a gyereket, a Void még mindig meg akarta őket, ugye a gyerekeket ölni, de helyette valamiért kivégezték Margulis, tehát ezt a tudós kivégezték, és a gyerekek azért élték túl, és mégis azért nem végezték ki őket, mert a technológia, amit létrehozott ez a tudós, ez még az orokiniaknak a dogmatikus, a régi felfogásuknak is egy olyan ellenállhatatlan fegyver lehetőség volt, amit nem utasíthattak vissza, ezért nem ölték meg ezeket a gyerekeket. Viszont mindettől függetlenül az Orokin még mindig terjeszkedni szeretett volna, és a figyelmük még mindig ugye a külső rendszerek felé fordult, hogy arra felé terjeszkedjenek. És ezért a korpusz technoklónjaik ugye kifejlesztettek egy egységet, amely képes ott, tehát egy másik korpusz kifejlesztettek, amely képes volt túlölni a bolygók és az űrnyers környezetét, és a célja ugye az egésznek az volt, hogy kolonizálják a külső bolygókat. Viszont az Orokin látva, hogy mire képesek ezek a lények, akik a technoklónjaik hoztak létre, nem engedhették meg maguknak azt a veszélyt, mivel ezek a lények intelligensek voltak. Szóval nem engedhették meg maguknak azt, hogyha ezek a lények ugye elutaznak valahova, és netán visszajönnek, és háborút hirdetnek az Orokinnal. Ezért ezekbe a lényekbe beleépítettek egy gyengeséget, amely azzal járt, hogy mikor átutaznak a Voidon, megfertőzi őket, ezáltal megakadályozva azt, hogy visszatérjenek az Orokin rendszerben. Na most, de mivel ugye ezek a lények átutaztak a Voidon, elértek, hova elértek, ők lettek, mivel intelligensek voltak, képesek voltak a fejlődésre, ők lettek a szentientek. És a szentientek természetesen háborút hirdettek az orokiniak ellen, és mivel az orokiniak a korpusz klónjaik által létrehozott technológián éltek, ezért a szentientek könnyedén tudtak alkalmazkodni mindenhez, amivel az orokiniak csapást mértek rá. Hogy mi történt ezután, az tisztázatlan maradt, de későbbiekben az Orokin kísérletezés létrehozta az Infestedet, ami egy technoorganikus fertőzés, ami elpusztított mindent, ami az útjában volt, barát vagy ellenség nem számított, és habár eszetlen lényeknek írták le őket, mégis volt egy ilyen közös tudatok, egy egységben lévő gondolkodást fel tudtak mutatni. Nem tisztázott, mikor lett az Infested egy fenyegetés, de a történelem úgy hívja ezt, mint a nagy járvány. Egy nem könnyen irányított fegyver, amit az orokiniak hoztak létre, de mégsem volt teljesen irányíthatatlan. Na most, innen megint ugrunk egy kicsit, és felveszi a történet az ütemet egy úgynevezett bérgyilkostól, akit Ordin Kerisznek hívtak, és olyan, ez a bérgyilkos olyan sok orokin ellenség, az orokiniak számára ellenséget lemészárolt, hogy az orokin úgy döntött, hogy megjutalmazza, hogy ő maga is orokinná válhat, tehát halhatatlan nem. Viszont Ordin Kerris egy bérgyilkos klánhoz tartozott, aki nem igazán szerette az orokin hitet és értékrendszert, és a terve az volt, hogy a bizalmukba férkőzzön és megöljön belőlük annyit, amennyit tud. Ezért a ceremónián, ahol ő halhatatlanná válhatott volna, rejtett pengékkel megpróbálta megölni őket, de végül, amikor a saját vérében fetrengett az orokinak, csak nevettek rajta, mert ugye ők elérték a halhatatlanságot a technológia árán. És végül a technológia lett a végzete, mert az orokin nem ítélte halálra ezt az Ordin Kerriszt, hanem a tudatából megalkották az első cefalonnak a
az alapjait, és gondolom Ordisnak van valami köze ez az egészhez, ez majd kiderül gondolom később, tehát megalkották ennek az Ordin Kerisből az első cefalon tudatait. Ugye az orokint hivatott szolgálni a cefalonok, de egyetlen egy dolog volt vele, hogy nem tudtak különösebben gondolkodni, mert az orokiniak nem engedhették meg ugye még egyszer maguknak, hogy egy olyan gépet alkossanak, amik gondolkodni tud, mert ugye utalva itt a szentientekre, mivel hogy azok majdnem kipusztították őket. Ezért a fejlődés és, és az, hogy gondolkodni tudjon, ezt nem engedték meg ezeknek a cefalonoknak. Na most. A háború, amit a szentientekkel, tehát később a háború, amit a szentientekkel és az infesteddel folytatott az orokin, arra késztette a rabszolgáikat, a Grinirt, illetve a korpuszt is, hogy saját túlélésükre koncentráljanak, semmint a gazdájukra, ezért a Grinir is elkezdett önálló lenni, ellenálltak a munkaetikának, amit belőkültetek, és a szolgálási kényszernek, amit belőtetek. Mivel nem volt saját technológiája a Grinirnek, ezért lemészárolták az alacsonyabb rangú orokiniakat, és magasabb rangú foglyokat is ejtettek, hogy azok üzemeltessék a hajóikat. Ebből adódóan értelemszerűvé vált, hogy az ő vezetőik is valamiféle másolatok, klónféleségek voltak. Ugyanakkor a Zarimanten Zero-ban talált gyerekekről sem feledkeztek meg az orokiniak, és ezáltal létrejöttek a Warframe-ek, és egy elpusztíthatatlan technoorganikus test, melyeket Tenóknak hívtak, ugye Zarimanten, Zero, Tenu, ők irányították, és ők irányították a Warframe-eket, ugye, és egyenesen a Void-nak az energiáit használták fel a harchoz, és ugye edzettek voltak az ősi harc modorokban is. Na most ez a kombináció a szentientek számára egy méreg volt, tehát teljes mértékben képesek voltak elpusztítani őket a Warframe-ek. És ezáltal a szentient Hun Hao elfogadja a vereséget, és egy darabot magából elküld, hogy beépüljön a Tenók közé, és belülről pusztítsa el őket. És jön a képben Nata. Ugye a Nata questnél Nata maga a Lotus, akinek nem esett volna le, de van a Nataról is egy történet felvezetésem a csatornámon. Szóval így lett, tehát a Sentient Hun Hao-nak egy darabja valójában Nata, és a Natának a feladata, hogy beépüljön a Tenók közé, és a Tenók szövetségese lett Nata, de ugyanakkor egy kém is a szentienteknek. És a Tenók győzelmi ünnepségén a Tenók váratlanul lemészárolták az orokiniakat, ezzel véget vetne az orokin birodalomnak és uralmuknak. Hogy miért tették, az nem tiszta, de valószínűleg Nata volt mögötte. Ezek után Nata feladata az lett volna, hogy elpusztítsa a Tenókat, de ugye hirtelen megszerett őket, tehát így hirtelen megváltozott a szíve, és másképp döntött. Na most ennek az oka fellelhető abban, hogy mivel Nata kémkedése során sokat utazott a szentientek és az orokin rendszer között, és a Voidon átment, ezért a Void energiája megfertőzte őt, és szaporodása alkalmatlanná tette, és ezért ő úgy döntött, hogy inkább egy anyafigura lesz a Tenóknak számára, és létrejött Lotus, akit most ismerünk a játékba, elbújtatva a Tenókat ugye a Holdon, és a Holdat egyenesen a Voidba, ez volt a secondary-me, hogy a Holdat a Voidba bújtott el, és onnan szakadt ki újra a Voidból a Hold, amit most már láthatunk a térképen is, a csillag térképen. És ugye elbuntatta őket a szentjének elől, a Warframe-eket pedig egy ilyen cryo altatásba tette, tehát ilyen hibernált altatásba tette. Viszont ugye az orokiniak és az orokin birodalomnak a visszhangja most is meglátszik a rendszeren, így aztán ugye a Grinir növekszik visszafoghatatlanul az Iker királynő irányítása alatt, elpusztít a mindent, ami útjukban van, a korpusz kapzsiság, a korpuszt ugye a kapzsiság motiválja, az infested, az irányíthatatlanul terjed az Erisen lévő hajókon és a bolygón, és még a szentientek is visszatérnek, úgyhogy a Tenók nem alhatnak sokáig.
ez lett volna a Warframe eddigi története, minden bizonnyal lesznek majd még kiegészítések ez a dologhoz, és sok minden fényderül. De most, hogy egy ilyen komplex képet kaptunk, szerintem egy nagyszerű kis történettel áll szembe, és mindenkinek ajánlom szeretettel ezt a játékot, aki netán végighallgatta a videót. A következő videóig, ami nem tudom még pontosan mikor lesz, köszönöm a figyelmet, sziasztok!